Visszavette a pályaelőnyt Pitestől a nagyváradi Csészémé a férfi kosárlabdabajnokság negyeddöntő sorozatában. Száz Gáspár Barnabás, Sánta Szabolcs és Kiénős csapata mérkőzést rabolt múlt héten Nagyváradon. Most azonban hazai pályán kénytelen volt fejet hajtani az esélyesebb Nagyvárad előtt. A vendégek nagyon jól kezdtek, 3 perc után 11-0-ra vezettek. Később kiegyenlítődtek az erőviszonyok, de nagy szünetig ismét a váradiak vezettek 15 ponttal. Ezt Pitest már nem tudta semlegesíteni a második félidőben, így a találkozó 83-70-es vendéggyőzelemmel zárult. A sorozat negyedik találkozóját holnap játsszák. Pitestnek kötelező győznie, ha a versenyben akar maradni. Az elődöntőkbe már bejutott a kolozsvári U és Nagyszeben, míg a negyedik sorozatban Temesvár 2-1-re vezet a Sztyáva ellen. A negyedik helyen végzett Dombi Gyula, csíkszeredai tékvandós a tallini ITF tékvandó Európa-bajnokság egyéni erőtörő versenyszámában, ahol alig egy ponttal maradt le a dobogóról. Dombi Románia csapatának tagjaként az erőtörő csapatversenyben ugyancsak negyedik lett, a speciális törés csapatversenyben pedig 5. helyen fejezte be a versenyt. Kiértékelte az elmúlt hetek munkáját a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető MENS Sana alapítvány. A tervek szerint Marosvásárhelyen még idén megépül egy sátortetős műjégpálya. Jól haladnak a Székelyföld Jégkorong Akadémia infrastrukturális beruházásai. Mint azt Táncos Barna elmondta, a Székelyföld 150 kilométeres körzetében hamarosan 8 műjégpályán lehet jeges sportokat űzni, és a tervek szerint Marosvásárhely is felkerül a térképre. Várjuk az önkormányzat részéről a telek átadását, elkezdődtek a folyamatok, kiválasztották a helyszínt, és elindultak a procedúrák a terület bérbevételére, és amennyiben ez megtörténik, akkor ott is el tudjuk kezdeni a sátortetős műjégpálya megépítését. A tervünk szerint még az idén azt át kellene adjuk, reméljük, hogy az önkormányzat által előidézett enyhe csúszás, késés az nem fog ebben a tervünkben minket megakadályozni. Hozzátette, folyamatban van a csíkkarcfalvi metodikai és egészségügyi központ felépítése is, és a felcsíki településre kollégium építését is tervezik, azon gyerekek számára, akik más vidékről érkeznek ide hokizni, tanulni. Nagy Attila elmondása szerint a gyerekek képzésében vannak még hiányosságok, de kezd látszani a munka. Havi összetartásokat más struktúrákba fogjuk szervezni, eddig a szervezési forma volt fontos, a gyerekek közötti kapcsolatrendszer, egy egész tábornak a felépítése, a kapcsolatok voltak a előtérben. Idétől pedig rá fogunk nagyon komolyan térni az egyéni technikai képzésre, legyen az kocsázás, lövés, passzolás. Az igazgató kijelentette, az alapítvánnyal szerződéses viszonyban lévő gyerekek számára csak nem ingyenes felkészítést ajánlanak. A gyerekeknek viszont vállalniuk kell, hogy otthon fognak jégkorongozni.